Használatban levő garázs ne álljon elé. Többek között ilyen táblával, parkolástiltó jelzésekkel próbálnak véget vetni az áldatlan állapotoknak a Percelmor utca lakói Szekszárdon. A ház lakói azt mondják, évek óta küzdenek azért, hogy csak az ingatlan tulajdonosok hajthassanak be az utcába, mert a velük szemben levő óvoda és bölcsöde, valamint az utca végében található étterem miatt minden szabad helyet elfoglalnak az autósok. Végig állnak, azt hagyjám, hogy állnak, veszekednek, dudálnak, zene üvölt, amit el tud képzelni, és ez így van minden reggel, így van minden délután. Délben akkor az ebédezők jönnek, akkor azért van itt a kabaré végig. Azon kívül hát nem ártana valamit csinálni ezekkel. Itt is, meg itt a másik oldalon is annyira tönkretették a parkolót, és azt mondták, hogy helyre lesz hozva. Itt van a tornaterem a gyerekeknek, és nyitva van, meg hát itt nem lehet szellőztetni, mert itt ugye a sok, hát a benzingőz, annyira leül itt, és nem tud semmer, ha nincs szél, vagy valami, akkor itt van. Sokszor órákig otthagyják járműveiket, még elintézik ügyeiket a városban. Koleszel János azt mondja, előfordult, hogy egy mozgáskorlátozott lakóért érkező mentő sem tudott beállni a ház elé, ezért festették fel a Kresszből jól ismert útburkolati jelet, ami azt jelenti, hogy a területe járművel ráhajtani tilos. Föl lett festve, azért, hogyha van valami olyan probléma, hogy ahova tűzoltó vagy a mentőnek be kellene állni, hogy legalább ezt a területet szabadon hagynák a parkolásnál. A helyzet tarthatatlanságát mutatja, hogy az autósok a megállni tilos táblát is kiszedték a helyéről, ezért a lakók kénytelenek voltak azt rögzíteni a ház falára. Hasonló a helyzet a Hunyadi utcában is, aminek a lakói szintén a várostól várják a helyzet megoldását. Mindkét utca azzal fordult a Város Gazdasági és Pénzügyi Bizottságához, hogy korlátozzák a parkolást, és csak az ingatlan tulajdonosok hajthassanak be az utcákba, az autósok pedig máshol rakják le a járműveiket. A legtöbbre én azt gondolom, hogy az a legjobb megoldás, hogy a kétórás parkolási korlátozás kiterjesztése. A város vezetése tehát úgy döntött első körben, hogy továbbra is engedélyezi a parkolást az adott utcákban, de csak 2 órára, és többször ellenőrzik majd a szabályok betartását a közterületfelügyelők. A város vezetése azt is fontolgatja, hogy több fizetős parkolóhelyet alakít ki Szekszárdon, remélve, hogy ezzel valamelyest visszavet a forgalomból.